Következik tehát a Megasztár színpadán a 14 éves Hier! Teljesen újra kezdjük. Kezedben mikrofont, oké? Okay. És akkor már is megoldjuk ezt a szeretünk volna egy nagyon szép arany mikrofont adni. Ilyennek, ez eddig tökéletesen működött. Hát most akkor újra, nyugodj meg, vagy nem izgulsz. Figyelj, ugyanígy, én hallottam, nekem ilyen ultrahallásom a kutyáknak, hogy nagyon jó volt. Ugyanígy tovább, most a többiek is meghallottam. Tehát következik még egyszer a Megasztár színpadán. Hiány! Esténként úgy vártalak, tudnod kell, ez nem panasz, és nem sírok, csak bánt a cigaretta füst, attól könnyezem. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel. Vége a műsornak, mindenkit ilyen sokáig tapsolnak. Figyelj csak, ilyen. Én azon gondolkoztam közben, ez nagyon furcsa, most jutott először az eszembe, hogyha mondjuk megnyernéd ezt a versenyt, és a különböző internetes fórumokra fölkerül, hogy te vagy a magyar megasztár, akkor milyen furcsa lesz, hogy ilyen egy vietnámi kislány képviseli Magyarországot. Ez csak így nagyon furcsa, ez így, csak így most így hirtelen beugrott. A másik, amit akartam neked mondani, hogy ha valaki így elesik, már úgy értem, hogy egy ilyen technikai problémától, és utána vissza tud jönni, az egy fantasztikus dolog. Ez egy nagyon-nagyon becsülendő dolog. Én ezt a dalt
Egy barátnőm szokta énekelni kukák tetején, amikor már túlbulizzuk magunkat. Hát annál ez sokkal-sokkal jobb volt. A Cserháti persze eszembe kellett, hogy jusson, mert neki nagyon-nagyon széles énektudás palettája volt. De nagyon ügyesen tetted bele ezeket az R&B frazírokat, úgyhogy dicséretet érdemelsz. Egy kicsit neked ez a dal úgy érzem, hogy sok volt. Jó, hát igen. És ez a sok jó, amit mondtam előtte. Ilyen, amikor a lányokkal énekeltél az elején, akkor nagyon megijedtem, mert úgy érzem, hogy nem vagy ma olyan formában, és egy picit dekoncentrált vagy, kevés az energiaszinted nekem ma. Mondjál neki, Enikő. És próbálok, Sándor, neked is, de hiába. És a szám végén aztán azt az erőt mutattad, ami kell ebbe a számba, és akkor megnyugodtam, hogy itt van ez az energia benned, csak még nem tudod megmutatni nekünk. Úgyhogy hajrá, nyomjad erősebben, mert egy picit kevés. Csak annyit a zárszóként, hogy látszó. Úgy gondolom, hogy ez az érzésem, hogy ez a dal nem igazán a te hangnemedben van, vagyis a hangnem az nem felelt meg annak a elvárásnak, amit mi támasztunk, meg most már a közönséged is támaszt veled szemben, mert azt várja, hogy szárnyaljon és zengjen a hangod, az pedig tényleg csak akkor tudott érvényre jutni, amikor megváltoztattad az eredeti dallamot, ami már itt van a mi fülünkben. Úgyhogy ez a része sajnos nem érvényesült. Én egyébként nem vagyok hajlandó téged csoda gyerekként kezelni, mert akkor elég lett volna tényleg, amit énekelsz, de azért itt egy kicsit azért megmozdulhattál volna, vagy valami előadást is belevihettél volna, az én véleményem. Ettől függetlenül bízunk benned. A zárszó én vagyok, ilyen. Ja, bocsánat. Semmi baj, Miklós, végül bocsánat, is. Bocsánat, elszám még a régi ez még a régi beidegződése, igen. No, szóval én azt hittem, megmondom az igazat, amikor másodszor is a kezedben elromlott a mikrofon, hogy direkt csinálod. Mi annak innen rádióban a hangmérnökökkel, amikor ügyetlenebbek voltak a kelleténél, gyakran volt ebben részem, akkor úgy szúrtunk ki, hogy elkezdtünk beszélni, és egyszer csak és ő nem tudta, hogy mi van, érted? Hogy most ő azt hittem, hogy ezt csinálod. Nagyon nagy dolog, amit végrehajtottál. Ezt szerintem a nézők lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem. Nagyon nagy dolog, hogy nem bénultál le. Volt erő, még ha nem is annyi energia. Muszáj, hogy tovább menj. Fantasztikus vagy. Fantasztikus. Na, itt vagy már, Vien? Most már megérkeztél? Mert biztos, hogy ez egy furcsa álomszerű utazás, mert ezt mindig végigcsinálja az előadó, de azért ez nem egy normális állapot. Mennyit készültél erre a számra? Mert ugye ez egy nagyon furcsa feladat volt számodra, egy nagyon érdekes választás, hiszen mindenféleképp ezt tényleg idősebbek szokták énekelni. Boldogság, gyere haza, ez egy másik korosztálynak a dala vagy. Te nem így gondolod? De én is így gondolom, de ki akartam próbálni magam ebben a műfajban, és egy kicsit nyitottabb szerettem volna lenni, hogy nehogy azt higgyék, hogy csak R&B-s vagyok. Jó, de az egyébként nagyon jó, ezzel akartam befejezni ezt, hogy bátor vagy. Tehát ez egy olyan bátor dalválasztás volt, hogy le a kalappal előtted, úgyhogy gratulálok! Köszönöm.